A díler egy 20 éves fiatalember az interneten árult drogot. Marihuánát, LSD-t, hasist. Az egyik legnagyobb kábítószer lefoglalás. Kábítószerkereskedelem 2.0. Fáratlan. Többenetes mennyiségű drogról és pénzről volt szó, ráadásul ő még nagyon fiatal. Csak úgy berobbant az egész. Menő, ütős cucc, egyből kiesett két fogam is. Ez a cucc tényleg nagyot üt. Úgy tűnik, elégedett volt. Hogyan lett Maxból Shiny Flakes? Egyszer sem úgy gondoltam rá, hogy hú, ez őrültség. Inkább úgy, hogy hú, ez őrület. Pozitív értelemben. Sosem találkoztam még Schmidt-úrhoz hasonló elkövetővel. Sokan a Google keresőjén keresztül találtak rá a boltra. Mint az Amazon. Előre kifizetik az árut, majd kipostázzák nekik. Csak cipők helyett drogokat. Kezdetben nagyon ideges voltam, és azt gondoltam, úristen, az lesz, mint a filmekben. Csinálok valamit, és már jönnek is a zsaruk. Rendőrség! Rendőrség! Először 10-20 kilóról volt szó. Aztán 100-ról. Egy tonna. Egy tonnáról beszélünk. Mi történt a pénzzel?